Az ellenzék megértette a választók üzenetét. Összefogtunk, hogy végre ne egymást győzzük le, hanem a Fideszt. Egy az egy ellen fogunk megmérkőzni a kormánypárttal, mert csak így győzhetünk. Hogy ki legyen az az egy, azt nektek kell eldönteni. Idén Magyarország történetében először országos előválasztást fogunk tartani, ahol nektek kell megmondani, ki legyen az ellenzék közös jelöltje. Én a magam döntését meghoztam. Miniszterelnök jelöltként kérem a támogatásotokat, hogy kihívhassam Orbán Viktort, és legyőzve őt végre megteremthessük a szabadság és a jólét Magyarországát. Egy olyan országot, ahol mindenki azt kapja, ami neki jár. Aki tisztességesen dolgozik, az minőségi fizetést. Aki tisztességgel ledolgozta az életét, az tisztességes nyugdíjat. Aki meg kifosztotta ezt a nemzetet, az példás büntetést. Ehhez nem elég, hogy én legyek Magyarország leendő miniszterelnöke. Szükségem van alkalmas képviselőkre is. Fejér 4-es számú választó körzetében nem lehet kérdés, hogy a Jobbik kit támogat. Azt az embert, aki az ellenzéki együttműködés, az összefogás zászló vivőjeként egyszer már megmutatta, hogyan lehet legyőzni a Fideszt. Mutassa meg még egyszer. Rajta Fejér 4, rajta Kálló Gergely. ...2020-ban mi már bizonyítottunk. Bebizonyítottuk, hogy a Fidesz összefogással igenis legyőzhető. Reményt adtunk az egész országnak, folytassuk ezt a munkát. 2022-ben azonban egy még nagyobb csata elébe nézünk. Az ország sorsa fog ugyanis eldőlni. Az fog eldőlni, hogy hogy kapják a falvaink és a városaink a támogatást. Újra politikai alapon, kiszolgáltatva kiskirályoknak, vagy igazságosan. De még mielőtt azért az országért megküzdünk, egy előválasztást tartunk a mi körzetünkben is. Verseny nélkül ugyanis nincs győzelem. Ezért én arra kérlek titeket, ugyanúgy, mint 2020. februárjában egy évvel ezelőtt, álljatok mellém és támogassatok az előválasztáson. Ígérem, ahogy eddig is, szívvel lélekkel fogok értetek dolgozni, és azért, hogy egy igazságos és élhető Magyarországot teremtsünk meg. Rajta Fejér 4 együtt sikerülni fog. Arra kérem az ellenzéki pártokat, a civileket, de legfőképp benneteket, fogjunk össze újra, hajrá, Kálló Gergely!